Ez a helység már a háború előtt is ilyen tolraktárnak volt használva, és az akkori tulajdonos az 56-ban diszidált, és a bácsi, akivel én társban voltam, aki rokonom, akkor vette át ezt az üzlethelységet, illetve pincehelységet. Gyerekkoromban jártam itt, amikor a bácsi még ugye középkorú volt, és nagyon fura volt, olyan sötétebb volt, a világítás is gyengébb volt. A tisztítógép is még gőzzel üzemelt, szóval misztikus volt gyerek fejjel lejönni ide. És 88-ba adódott egy ilyen lehetőség, hogy vállalkozástba kezdjek, és úgy gondoltam, hogy ez egy jövedelmező ipar. Akkor még nem voltak itt ezek az áruházláncok, és volt igény erre. A hiánygazdaság volt, gyakorlatilag kevés helyen lehetett jó paplanokat kapni. Vidékről feljöttek, hozták a dunyhát, vidéken dunyhákat használtak főleg, Pesten nem tudták hova tenni a dunyhát. Meg melegebb is volt ezekben a lakótelepi lakásokban, központi fűtése miatt, aztán a dunyhával valamit kezdeni kellett, és mi vállaltuk azt, hogy paplant készítünk. És akkor ez még működött úgy a 90-es évek elejéig. Elsősorban az idősek járnak ide, akik még emlékeznek arra, hogy létezett ez a szakma, elég elterjedt a formában, nem úgy, mint most. Másodszorban pedig nagyon sok idős embernek van vidékről hozott saját ágyneműje, ami érzelmi okokból is ragaszkodik, és valóban jó minőségű, mert esetleg ők maguk ott a ház körül a nagyszülők, vagy a szülők tépték a libáról a tollat, ha úgy tetszik. Arról hallottál, gondolom, hogy igen, és utóbbi időben a magyar libát és a libatollakat elég sok támadás éri. Igen, hallottam, ilyen, láttam ilyen videókat is, erről készült videókat. Meggyőződésem, hogy ez a konkurenciának a támadása, mert azokban az országokban, ahol a legerősebb ez az ellenvaló tiltakozás, ott is onnan is hoznak ide konfekcionált árut, a svédek, a franciák. Nyilván sikerült olyan felvételeket készíteni, ahol nem egészen higiénikus és állatbarát módszerekkel dolgozzák fel a libatollat, de a nagy üzemekben ez nem így működik. Főleg libatollal dolgozom, mert a kacsatollnak van egy jellegzetes szaga a zsírossága miatt, tehát a kacsatollat azt én mellőzöm, a tyúktól az meg alkalmatlan, tehát minden más madárnak a tolla a súlya miatt alkalmatlan a töltésre. Tehát a legfinomabb, a legjobb a töltőképessége és a rugalmassága a libatoll, a magyar libatollnak különösen híres, így a nemzetközi viszonylatban is. Hát fölvillázza, meleg levegővel, forró levegő van benne. Ami így összecsomosodott toll, az kinyílik, mint a virág, és a por meg alul egy fiókba távozik meg, ami összetört, aminek már nincs töltőképessége. Nemzetközi viszonylatban szerintem reneszánsza van a természetes anyagú ágyneműknek, és hát ez mondjuk ott meg is látszik az árakon, és nyilván azért is van egy-két külföldi vevőm, mert én olcsóban tudom még előállítani azt, amit külföldön egy ilyen előkelő áruházban megvesznek. A perui nagykövet is, igen, egyszer volt egy perui nagykövet is, igen, az amerikai követségről is járnak ide vevők. Ez egy mondjuk egy luxus paplan. Ennek 1,40 kg deka a súlya. De egészen különleges. Könnyű, finom. Jobban szellőzik, könnyebben elvezeti a hőt, de ugyanakkor tartja is. Tehát egy műanyag paplanba beleizzadnak az ember, nem tud szellőzni. Egyre kevesebb az ilyen, mint bármilyen más kézműves vállalkozás. Nem nagyon látom a jövőjét. Elég sok megszűnt már ezekből a műhelyekből, amit csak itt a környékemben, amit tudok. Kevesen engedhetik meg maguknak a minőségi termékeket.